2011 telének elején kaptuk ugye azt a központi rendelkezésen alapuló intézkedési tervet, mely szerint a Báb Színház, a Színház, az Ibsenház és hát a saját intézményrendszerünk most már egy közös egységet fog alkotni. Úgy mindenképpen szeretnék köszönetet mondani a színház vezetésének, igazgató úrnak, a gazdasági kollégának és valamennyi munkatársnak, mert azokat a előzetesen fél évre tudtuk ugye meghatározni a hirtelen jött váltás miatt a feladatainkat, azokat maradék nélkül betartották, a színház talpon maradt, és talán ami a legfontosabb, hogy a közönség, a Békés megyei, hiszen mi továbbra is úgy tekintünk, hogy a teljes megyei nézőszámra és nézőkre számítunk, és várjuk őket Békés Csabán, nem érzékelt semmit, az előadások színvonalán, a lebonyolításon zavartalanul folytatódtak tovább, tehát ezúttal köszönet mindenkinek, aki ebben közreműködött. Van egy terv, tartsuk meg az idáig évek alatt összejött művészeti színvonalat, főleg a Jókai vonatkozásában, bővüljön ki az Ibsenház egyéb programokkal. Ebben az egyik főszereplő az a színház lesz. Számítunk rá, együttműködést ajánlunk, amelyet az igazgató úr és a kollégái is elfogadtak. Ez szerint dolgozunk, ez szerint megyünk előre, és készül az a kotta, mint ahogy most elhangzott az évnyitó társulati ülésen, hogy mi lesz 2013 májusában a befejező előadás. A nyár az nagyon kemény volt, 100 előadást tartottunk. Ebből nagy színpadi előadások, felolvasóestek, dalestek, 3 színtérben, picit elfáradtak a kollégák. Ennek ellenére bizakodunk abban, hogy egy jó szezonnal tudunk neki szaladni. 5. évadot kezdünk, és kezet nyújtunk a közönségnek. Azt szeretnénk, hogyha a végén 5-öst adna a közönség nekünk, egy olyan évadot tervezünk. Hippolyta Lakály, Eperjes Károly Kossuth díjas színművész rendezésében. Egyik oldalon azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen könnyű darab, de kiderült, hogy azért ez egy Kiderült, hogy egy nagyon komoly mondani valóval rendelkező, könnyen befogadható, de komoly társadalmi mondani valóval rendelkező mű, amelyet a Jókai Színház sok zenével, élő zenével fog színpadra állítani. Szerintem egy közönség sikeres kezdés lesz. Sok ifjúsági és gyerekdarabot választottunk az idei évben, hiszen szeretnénk, ahogy azt El Simon László az országos színházi évadnyitó rendezvényen elmondta, szeretnénk az ifjúságot a virtuális térből a valós kulturális térbe visszacsábítani, és a színház ennek az egyik legjobb eleme lehet. Az oktatási anyaghoz jól alkalmazkodó és jól illeszkedő darabokat választottunk. Szent Péter esernyője, Kőszívű ember fiai, Kiskakas gyémánt félkrajcárja az egészen kicsiknek. Jókai Színházban Kovács Edit vezető színművésznő ötlete alapján beindítani szeretnénk havi rendszerességgel a Színházi Mindentudás Egyetemét. Olyan professzorokat, olyan országos hírű szaktekintélyeket szeretnénk felkérni, akik köznyelven, közérthető módon tudnak egy órás előadást tartani, egyetemi előadást, de a köznépnek, a színházba járó, a színházat szerető közembereknek érthető módon a város teljes vezetősége kivonult, polgármester úr, alpolgármester úr, kultúráért felelős osztályvezető asszony, sőt a kormányhivatal is delegált egy tagot. Tehát úgy érzem, hogy ez jól mutatja, hogy a megyét, a várost érdekli, hogy mi folyik a vezető művészeti intézményében. Az elmúlt fél év a városra rendkívül kiegyensúlyozottan, harmonikusan működött, nagyon nagy bizalommal van irántunk a város kulturális vezető. Mi igyekszünk élni ezzel a bizalommal. Kérdés az, hogy a jövő évben finanszírozásilag hogy fog majd állni a város, és milyen finanszírozási forrásokat fogunk tudni a kormánytól kapni.